összehoztuk ezt az első szerdahelyi Night Run-t, amit már nagyon régóta terveztünk. Ez egy olyan ötlet volt a főnökség meg a mi részünkről is, hogy szerdahelyen még ilyen nem volt, ami már pedig nagyvárosokban igazából egy elfogadott, meg egy bevett trend. Úgyhogy egy nagyon jó hangulatú versenyre készülünk, meg reméljük, hogy sikerül is. Igazából ennyi volt a mi elképzelésünk, hogy csináljunk egy ilyen jó nyári kis bulit a résztvevőknek. Egy 4, meg egy 8, meg egy 16 kilométeres távról van szó. Ki van jelölve a város, még megpróbáltuk kijelölni a mi futóinkat is, jó pólókkal, a világítós karkötőkkel, ilyenekkel, úgyhogy meglássuk, hogy hogy sikerül, meg milyen lesz a hangulat. 200 futónk van beregisztrálva, akik előregisztrációval érmet is kapnak, és folyamatosan zajlik autóregisztráció. Mindenkinek nagyon köszönjük, aki részt vett. Igazából ezt csak remélni merjük, hogy jövőre a duplája lesz, de tényleg nagyon örülünk neki, mert nem vártuk, hogy így elsőre egy ilyen futóverseny ennyire szépen elterjedt az emberek között. Annyiban más, hogy az a hangulata egy kicsit ilyen érdekesebb. Ugye most mink úgy fogjuk csinálni, hogy a verseny alatt fog besötétedni mindenkire, úgyhogy a befutók azok már ilyen nagyon szép színesek, meg ledesek lesznek. Van ilyen kis ambíciónk, hogy akár egy fél maratont is sikerüljön így egy éjjeli futás alatt is megcsinálni, úgyhogy ha ez sikerül, akkor csak örülni fogunk. Én is szeretek sportolni, meg sokat megyek versenyekre, mi is próbálunk Nagymegyeren szervezni versenyt, úgyhogy most én megyek a környéken mindenhova, ahova csak tudok, és bízok abba, hogy majd aztán hogy jönnek mi hozzánk vissza ugyanúgy az emberek. Éjszakain voltam, igen, többször is voltam a rövidebb, hosszabb távon, most eljöttem ide is, ma is versenyen voltam, úgyhogy ez most ilyen levezetésnek jöttem csak egy kicsit este futni, de jó lesz biztos, várom már nagyon. Nyárosdról jöttünk, és én személy szerint Facebookról tudom, úgyhogy onnan jött az egész, és mivel járunk az egész csapat mindig ilyen rendezvényekre, futásokra, tehát ez tök jó ötlet, hogy mivel Nyárosdról Szerdahelyhez itt van 15 kilométer, úgyhogy a futás után itt a kapu előtt összefogott a csapatnak egy része, úgyhogy Józsi alapította, lelkes, ő futó nagykövet. Hát ő már nagyon sokat letett az asztalra, úgyhogy ő alapította, aztán összeálltok. Minél többen lettünk januárban, igen. Úgyhogy hivatalossá tette, úgyhogy minél többen jönnek, és becsületesen hétfő, szerda, szombat, péntek, attól függ, hogy még ha Józsi nincs is ott, ő a Charlie, ő viszi nekik a frissítést a szökőkúthoz, úgyhogy nagyon elássa őket, és nagyon szeretik. Példakép. Nagyon, nagyon bele ízletek elejében, kockodtok, de most már úgy tényleg ott. Mondtam nekik, hogy az a versenyszellem, vagy a verseny, az egész más, mint mikor egy közösségi futást abszolválunk ott Nyárosdon. Úgyhogy aztán úgy nagyon-nagyon megy nekik már. Minél több jobb eredményeket érnek el.